Rajzolás közben nagyon sokszor szükség van arra, hogy a rajzelemekre ráközelítsünk, vagy éppen eltávolodjunk egy picit, hogy át tudjuk tekinteni eddigi munkánkat. Ezt eddig az egér gombjaival tettük meg. Igazándiból ez a leggyakoribb módja is a zoomolás funkcióinak az eléréséhez. Hiszen, hogyha a görgőt, a középső gombot előre tekerjük, akkor belenagyítunk, ha pedig hátra, akkor el fogunk távolodni a nézőponttól. Azt is megnéztük már, hogyha minden rajzelemet szeretnénk a rajztéren megjeleníteni, azaz, hogy a képernyőnkön minden rajzelem látható legyen, elegendő csak az egér középső gombjának, a görgőnek kétszeri lenyomása, azaz dupla klik. Ilyenkor az úgynevezett, itt a parancsolban látható zoom terjedelem opció fut le. Nézzük meg még most ebben a rövid videóban, hogy milyen egyéb zoomolási lehetőségek érhetők el itt jobb oldalt ezen a kis segédpanelen. Kicsit lekicsinyítem a nézetet, és nézzük meg, hogy mi az első, amit el tudunk érni. Az első, ami be van állítva, az a zoom terjedelem, ezt már láttuk, ilyenkor, ha ráklikkelek, akkor az összes rajzelem látható lesz a rajztérben. Ezt akkor célszerű kiadni, hogy hát szeretnénk tekinteni a rajzunkat, valamint, ha valahogy egy picikét úgy érezzük, hogy eltévedtünk a munkánkban, nem tudjuk, hol vagyunk, mit is csinálunk, hát ekkor itt célszerű a zoom terjedelem parancsot kiadni. A zoom terjedelem alatt van a zoom ablak. Itt egy ablakot, metsző ablakot kell, nagyítási ablak kell megadnunk. Rögzítjük a téglalap jobb alsó pontját, és ami benne volt a kijelölő ablakban, azok a rajzelemek fogják kitölteni a modellteret. Egyébként ez egy hasznos zoomolási eszköz, célszerű megtanulni a használatát, és nagyon könnyedén kiadható. Alatta van az előző, ilyenkor a különféle zoom állapotok között tudunk visszamenni, aztán alatta kiadható a valós idő, ilyenkor, ha lenyomjuk az egér bal gombját és fölfele csúsztatjuk az asztalon vagy az egérpadon, akkor belemegyünk a rajzunkba, ráközelítünk, ha pedig hátrahúzzuk, távolodunk a rajzelemektől. Ez sem rossz, de én annyira nem szoktam használni. A zoom minden, ez egy nagyon érdekes utasítás, hasonló a terjedelemhez, csak annyi a különbsége, hogy itt a vizuális segédelemek, mint például a bal alsó sarokban látható felhasználói koordinátarendszert mutató ikon is látszódni fog. Ha jobban elmozgatom a rajzokat, akkor jobban fog láthatóvá válni. Ha megnyomjuk, tehát akkor minden látszódik. Ha elidőzik egyébként a mutató nyomógombon, akkor le is írja egy tooltipbe az AutoCAD, hogyan is működnek az opciók. Tehát a nagyítás mértékének módosítása úgy, hogy az összes látható objektum és vizuális segédelem szerepeljen a képernyőn. Ez a különbség a zoom minden és a terjedelem között. Tehát, hogyha egy picikét kijelölöm ezeket az elemeket, és egy picikét eltolom, ígyni, és megnyomom, hogy zoom minden, akkor a jobb felsőbe fognak kicsit eltolódni, mert a bal alsó sarokban látszik ez a két vizuális segédelem, a zöld és a piros vonal, amely a tengelyeket mutatják, azoknak az értelmezését, látszódniuk kell a modelltérbe. Ha viszont ezeket a rajzelemeket közel húzom, közel mozgatom, és kiadom a minden, a zoom minden opciót, akkor nagyon hasonló képet kapok egyébként, mint a zoom terjedelemnél. Menjünk tovább. Alatta van a dinamikus. Itt megjelenik egy ablak, amelyet ugye az egérre el lehet mozgatni. Az X jelöli az ablak közepét. Ha ez az állás jó, akkor klikkeljünk az egér bal gombjával, majd
bal oldalt megjelenik ugye egy nyíl, ez mutatja, hogy át lehet skálázni magát az ablakot, és el is lehet mozgatni. Ha klikkelünk az egér bal gombjával, megint megjelenik az X, el lehet mozgatni az ablakot, de ha ez a beállítás már a számunkra megfelelő, akkor üssünk egy Entert, és ránagyít a rendszer az adott rajzelemekre, amelyek az ablakon belül voltak láthatóak. Meg lehet még adni a zoomolás léptékét, adjuk meg a lépték tényezőt, mondjuk legyen ez 2, üssünk egy Entert, és szépen kétszeresére nagyított a rendszer. Alatta van a középpont, meg kell adni a zoomolás középpontját, legyen ez a kör közepe, és mondjuk 400 legyen a nagyítás, és szépen ráközelített a rendszer. Ezeket az ezt az két utolsó opciót én annyira nem szoktam használni, de ami egyébként nagyon hasznos, ez az objektum, meg kell adni azokat az elemeket, amelyeket rá szeretnénk nagyítani, majd egy Enterrel le tudjuk futtatni ezt a segédopciót, kiválasztom most az ellipszist, ráütök egy Entert, és szépen behozza középre az AutoCAD, és kitölti a rendelkezésre álló teret maximálisan. Alatta még elérhető a nagyítás opció, azaz amikor rányomunk erre a gombra, akkor mindig bele fogunk menni a rajztérbe, és a másik párja az a kicsinyítés, tehát amikor nyomkodjuk a gombot, akkor kicsinyíteni fogjuk a rajz elemeket. Ez a nagyítás és a kicsinyítés eszközöknek a működése. Szerintem, amit ebből célszerű megjegyezni, az a zoom terjedelem. Ki lehet egyébként adni a zoom eszközöket a parancsolón keresztül is, tehát Z mint zoom, és kiválasszuk, hogy terjedelem, és már is itt vagyunk, valamint még jó az objektum is, amit tudok ajánlani, hiszen kiválasszuk, amire rá akarunk nagyítani, és benne vagyunk. A zoom terjedelemmel vissza tudunk menni, mindent be tudunk hozni, majd zoom, enter, jó még a dinamikus is, hiszen meg lehet adni a középpontot, az ablak méretét, ránagyítunk, akkor amit még célszerű tudni, a ablak, ez egy nagyon klassz kis funkció, és hát azért, hogyha szükséges van a vizuális eszközökre is, amelyet az AutoCAD segédeszközökre is, amelyet az AutoCAD fölkínál, akkor a zoom mindennel szépen be tudjuk hozni őket is. Ennyit kell tudni a zoomolási eszközökről, célszerű megtanulni őket, hiszen rajzolásaink alatt nagyon sokszor fognak segíteni bennünket.